Ló és ember, közös történelmük nagyon régre vezethető vissza. A két élőlény kapcsolatát pedig alapjaiban változtatta és határozta meg a kerék, majd a kocsi megjelenése. Erről is beszélt a kettes fogadhajtó verseny megnyitóján a polgármester Takács László. Elképesztő jelentőséggel bír a kerék és a ló együtt. Ha ez nincs, akkor nem ismerhették volna meg egymást különböző kultúrák, nem utazhattak volna tudósok országokon át, hogy bemutassák a találmányaikat, vagy új ismereteket szerezhessenek. És nem rendezhették volna meg az igazán látványos és színvonalas lovas eseményeket sem. Több más település mellett Vecsés, Monor, Jakabszállás, Abony, Fülöpháza, Jászberény versenyzői érkeztek Ceglédre. A több mint 20 fogat látványos versengése mellett nem kevésbé látványos bemutatók is várták a közönséget. De a csikósok mellett más kuriózumot is láthatott a közönség, például fogatos karüsszelt. Jobban sikerült, mint ahogy erre számítottunk. Reggeli nehézségek után nagyon-nagyon jól sikerült az egész. Megmondom őszintén, hogy a legeslegjobban tetszett a nézőknek és nekünk is a vadászhajtás és a fogatkarüsszel, ami fantasztikus sikert aratott, mert ilyet ugye nagyon ritkán lehet látni, és őt szinte a világon egyedülálló, amikor úgy állnak össze fogatok, hogy soha nem gyakorolták előtte a fogatos karüsszelt. Hát ezt mindenkinek megborzongató látvány, ott nagyon klasszul sikerült. De a fületanya legifjabb lovasai is bemutatták tudományukat. Király Dóra serkanyergében.